Vasárnap délután szinte teljesen megtelt a bátaszéki Nagy Boldogasszony templom. Ünnepelt a helyi katolikus közösség, ugyanis 45 fiatal és 6 felnőtt részesült a bérmálás szentségében. Biztos vagyok benne, hogy minden plébános a bérmálás alkalmával nagy-nagy reménnyel tekint előre. Ugyanígy vagyok én is. Reménnyel tekintünk, hogy bizonyos közösségekben azért megmarad a hit, és át tudják adni a családokon keresztül. Azt viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy az a hit tud tovább átadódni, ahol a családi életben erős alapokra volt építve. Én azt gondolom, hogy az országos átlagban mi is ott vagyunk, mint ahogy minden közösségben van erősebb, fiatalabb generáció, és van gyengébb is, de azt gondolom, hogy nekünk mind a gyengéket, mind az erőseket föl kell karolnunk és segítenünk kell, támogatnunk kell abban, hogy igazán megmaradjanak a hitnek az útján. Ez a beavató szentségeknek a harmadik szentsége. Ugye van az keresztség, az eukarisztia és a bérmálás. Mindháromnak nagyon fontos üzenete van a keresztény életben. A keresztség Isten gyermekévé tesz, az eukarisztiában, az oltári szentségben lelkünk tápláléka lesz Krisztus, és az Szentlélek által pedig megerősít bennünket mind a hitünkben, és meghív bennünket a tanúságtételre az evangélium által. Az eseményen Felföldi László püspök bérmált. Kit választott a védőszentet? Rita, vedd a Szentlélek ajándékának elé, ígéred, hogy jó katolikus lesz, békesség veled. Minden igazi régi kultúrában és az emberiség életében a felnőtté válás az egy rendkívül fontos pont volt, és valójában az ünnep is volt. És igazából az hétköznapi kultúrából eltűnt ez. De a kereszténységben a bérmálás szentsége az valójában a misszióra való küldetés, megerősítés, és ezért én rendkívül fontosnak tartom, hogy ez így megtörténik, és ilyenkor tudatosítjuk, hogy innen már én felnőtt leszek. Természetes mindig van a felnőttek között, akik nem bérmálkoztak, és akik úgy gondolják, hogy na most akkor ők is a bérmálás szentségében megerősítik a szívüket, hisz a keresztény felnőtt nagykorúság az valahol a lélekben, a szívben érik meg, és az nem a korral jár együtt, hanem a léleknek az alakulásával. Tehát főleg akik ugye később keresztelkednek meg, azok és később kapják meg a szívükben, és gondolják végig ezt az utat. Ezért egy ilyen ünnep mindig egy kicsit az egész közösséget, a családot megerősíti, és most az a kultúra, az a világ, amiben jutottunk, rendkívül fontos, hogy a keresztényeket megerősítse abban, hogy nagykorú keresztényé kell válni, akinek a feladata, a küldetése, a misszió. Az első pünköskor ezt kapták az apostolok, elindultak, és ez kell ma is az egyháznak, a családoknak, és hiszem, hogy ezek a fiatalok előbb-utóbb megérzik ennek a küldetésnek az örömét és a gazdagságát. Eddig adták generációkon keresztül, most egy új kezdődik el, és most sokkal nagyobb felelőssége van újra a családoknak, és még súlyosabb az egyháznak. Tehát nem természetes, hogy ez tovább megy, hanem most ezt kell nekünk megerősíteni, öntudatossá tenni, hogy természetessé váljon, hogy az életet, a szeretetet, az emberséget, a hitet továbbadom.